Sziasztok, szeretettel köszöntelek bennetek, én Vargászter vagyok. Hoztam nektek egy kis videót, szeretném mondani az újaknak, hogy bár bárokkártyákat látnak, nem lesz itt jóslás, nem lesz itt olyan fajta előremutató energia, hogy mi az, ami ö, várható, mi az, ami. Ö, Történhet egy-egy helyzetben, sokkal inkább a megértés felé szeretném vinni azokat, akik nézik ezt a videót, abból a szempontból, hogy mit kell ahhoz belül módosítani, hogy haladni tudjunk. Tehát nekem mindig ez a veszélyparipám, hogy nekem mit kell tennem ahhoz, hogy változzon a helyzet. Tehát nagyon fontosnak érzem, hogy megtanuljuk azt, hogy lehet mozgatni az energiákat, és aki ezt megtanulja, ugye ezt a női kurzuson tanítom, illetve a Tudatosság Tudományi Workshopon azokat a technikákat, módszert és tudást, hogy meg tud változtatni az energiát, és megértsd, hogy te milyen energiamezőben vagy benne, hogyan tudsz haladni, mi az, amit tenned kell ahhoz, hogy változás történjen az életedben. És nem várni, várni, és egy emberbe megkapaszkodni, és aztán nem halad az élet. Azt veszük észre, hogy csak a videókat nézegetjük, de nem halad az élet. Nekem egy olyan célom van, hogy racionális tudást, olyan technikát adjak az ember Kezébe, amivel tudnak haladni a spirituális útjukon, a szeretet felé. Aki volt már nálam egyéni konzultáción, az nagyon jól tudja, hogy feltárom a képességeit, mikor éli meg magát magas szinten, összehasonlítom szinasztriával, képeteket olyan emberekkel, akiknek, akivel nehézséged van, és megmutatom, hogy mi, az a, mi a feladat, tehát hogy miért kaptátok egymást, egyáltalán milyen olyan életfeladat van a képletedben, amihez kaptál nagyon klassz viselkedés mintát, és, és Hát egy csomó olyan energiát, amit ha magas szinten elkezdesz megélni, akkor változás lesz az életedben. Na most azt is hozzáteszem, hogy ez nem megy egyik napról a másikra. Itt tényleg tudatszintágulása van szükség nap, mint nap. És a komfortzónából uh, kijönni, hát az feszültséggel jár mindannyiunknak. Bárhol is jár bárki az úton, uh, mindig újabb és újabb komfortzónán kívüli lépcsőfok az azt jelenti valójában, hogy, hogy feszültség van. Tehát aki nem él meg feszültséget, csak a kényelemre játszik, annak hát lehet, hogy van egy ilyen kis unalmas élete, de nem, nem sorsa van, tehát nem a sorsát éli, mert aki a sorsát éli, az ugye egy támogatott energia, az lehet, hogy nehéz, de mm, áldásokkal van tenni, mert érzed a gondviselés, hogy a tenyerei hord, ahogy szokták volt mondani, néha tapsol egyet, van egy ilyen mondás, hogy ugyan a tapsol. Igen, akkor jönnek a karmák, és akkor ledolgozol egyet, és ahogy haladsz előre az úton, azt veszed észre, hogy hálás tudsz lenni minden karma ledolgozásért, minden olyan emberért, aki nehézséget hoz neked, mert hogy tisztulsz, gyógyulsz, és ez ettől különleges ez az út, hogy egyre jobban rakod össze a jeleket, az, ami a térben megjelenik, ami bármi, bárhol egy mondat megakad benned, bármit lát, abban elke, az alapján elkezdheted magad kivontani egy újabb szinten, hogy ez hol vezet ez a gondolat. Na hát ehhez adok technikát és tudást azoknak, akik szeretnék vállalni az átalakulás folyamatát. Egyáltalán megérteni, hogy milyen energiamezőben vannak be, miért vonzák be azokat a helyzeteket és embereket, hogy jönnek ki ebből. És hát ahogy az írásomban is mindig benne van, hogy azoknak tudok segíteni, akik komolyan gondolják a változást, úgyhogy nagy szeretettel várlak, egyéni konzultációra is, és minden workshopomra is. Ide a videó alatti leírásokba teszek minden információt. Fontosnak tartom, hogy aki az áprilisban induló két kurzusomon részt vesz, annak egyrészt két egyéni konzultációban lesz része, és plusz még kap két mesterkurzust is, karmai joga mesterkurzust, tehát nagyon komplex átalakuláson mehet keresztül, egy olyan gondolati uh, szint kialakítását kapja ezáltal a kezébe, hogyha gyakorol és uh, elindul ezen az úton, amivel életeken átívelő változást tud uh, kibontani magából. És ugye ez nem csak önmagára, hanem a környezetére, az utódokra mindenképpen hatással lesz, és persze az elődökre is. Úgyhogy uh, ez egy nagyon mély, tudás és technika karmákkal dolgozom. Az isteni legmagasabb szempontból nézem a dolgokat, úgyhogy ha valaki érzi a hívást, akkor szeretettel várom. Ilyen kis videókat szoktam készíteni, ezt még mindig az újaknak mondom, hogy hát ezáltal elindít csak egy olyan gondolatmenetet azokban, akik nézik ezt a videót, amivel Uh, mélyre, mélyebbre tudnak menni. Tehát nekem tényleg célom az, hogy egy új tudatszintre hívjam az embereket minden uh, technikámmal, minden tudásommal, kis videókkal, nagy videókkal, bármivel, és ugye ehhez belül kell dolgozni. Úgyhogy így a videón keresztül elindul feléd egy energia áramlás figyelned kell rá, hogy mi az, amit szeretne tanítani, mert hogy szeretne téged tanítani az univerzum, csak észre kell venned a jeleket, és, és a jelek mentén nem az egóból, hanem most már tényleg a haladás, a tudatos haladás miatt. Ezt konzultációkon is el szoktam mondani, meg itt a videóban is, hogy, hogy én például úgy haladok, hogy teljesen tudatosan csinálok mindent, tényleg tehát szinte mindent, de nagyon-nagyon sok mindent tudatosan csinálok az életemben, hogy tudom, hogy milyen energiával vagyok benne, hogy tudom, hogy ma nem kell csinálni semmit, mert alkalmatlan vagyok bármire is, hiszen a testemmel dolgozom, hozok le információkat, amikor hozol le információkat te is a térből, mondjuk éjjel megébredsz, akkor ugye fáradt vagy másnap, ezek teljesen normális dolgok, és így vannak a blokkoldások, az elengedések, és bizony akkor meg kell engedni, hogy a test is utolérje a lelket, hogyha már kidolgoztál valamit magadból. Tehát én nem hiszek abba, hogy folyamatosan csak emelkedő élet van. Persze igen, tehát ránézésre, távolról nézve igen, de a mindennapokat megélve egyáltalán nem erről szól mert magam is tapasztalom, hogy napig nem tudok csinálni semmit, és akkor utána, amikor megindul az energia háromlás, akkor viszont teljes gőzzel, mert, mert ilyen, ilyen az univerzum energiája, hogy szeretne rólunk és bennünk dolgozni különböző falakat, és egyszer a lélekre vár a test, egyszer meg a testre a lélek, és fordítva a tudatosságunk szeretne tágulni aztán a testünk, de ehhez mindegyikkel foglalkozni kell, tehát azt azért ne felejtsük el, hogy aki a testével nem foglalkozik, tehát magyarul nem mozgatja, és nem sportol valami olyan sportot, amivel nap mint nap kihívásnak teszi a testét, ugyanígy, mint a, a, a lelket is, hogy... Érzelmi szinten folyamatosan fejlődik. Egyre nagyobb blokkokat tud feloldani a testében, és hát ugye a tudás is, hogy tanulni, valami olyan információt bevenni az elmébe, ami nincs ott még. De lehet, hogy nehéz. Többen mondjátok, hogy ezeket a videókat is, mikor elkezditek hallgatni, akkor egyrészt nehéz, meg nem értitek, de valamiért mégis itt tart bennetek. Pedig megnyomom a gombot, meg uh, sokszor azt érzitek, hogy, hogy mint hogyha így um, oda csapnék, vagy nem is tudom még, miket szoktak mondani. Uh, igen, mert hogy. Uh, meg, meg akarok vele, és ö, egyébként aki ismer, az tudja jól, hogy azért én szoktam konfrontálódni, pontosan amiatt, hogy kimozdítsak mindenkit a gondolati menetéből. Ez lenne a lényeg, hogy egy új gondolati minőséget kialakítson, és ez nem, nem a, arra megy, hogy. Ö, tehát ez nem lehet csak úgy, hogy ilyen babusgatással. Persze vannak olyan kurzusok is, ahol ezt csinálják mindenkire szükség van. Én olyan szempontból látom a karmaköröket, ahol nekem az a dolgom, hogy csak embereket. De egy női kurzuson, tehát ahol csak a feltétel nélküli tiszta szeretet van jelen, mondjuk egy mély áldáson, vagy bárhol elmész, ott ugye más energiát kapsz, ott ugye feltöltődsz egy másik energiából. Én én nem mély áldást tartok, tehát nem, nem, a mélyvel kapcsolatos, tehát nem a mélyünkkel foglalkozok konkrétan, sokkal inkább azzal a fajta tudással, ami a legmagasabb isteni szempont. De most én ehhez kaptam tehetséget, de mindenki fontos. Tehát, hogy nagyon sok segítő van, és mindegyik nagyon-nagyon fontos küldetés lát be. Persze biztos vannak olyanok, akik akik nem, de most ebben nem szeretnék bemenni, csak azt szeretném mondani, hogy nincs olyan, hogy jó vagy rossz, mert mindegyikre szükség van főleg nekünk, nőknek, hogy még jobban tudjuk magunkat szeretni, és még jobban olyan közösségre, főleg, ahol az ember jól érzi magát és el tudja magát engedni. És olyanra is, ami inspirál. Lehet, hogy megnyomja a gombot, de inspirál. Nekem is megnyomják a sporton a gombot, ne féljetek, de hát ez van. <laughs> csinálni kell, csinálni kell, mert különben ne, nem haladunk, és csak pangó élet van. No, a téma, amit most hoztam nektek, igazából nincs is még téma, majd mire kiírom, addigra biztos, hogy lesz, de egyelőre még nincsen. Neki neve most, hogy veszem föl a videót. Uh... Hát ugye most azt mutatnám be nektek, ahogy így egyéni konzultáción is szoktam, hogy van egy főenergia, és akkor balra fordítva azok a lapok, amik eh, ahonnan most már el lehet jönni, mert már megértél arra, hogy elgyere ebből a fajta gondolkodásmódból, és aztán jobbra pedig az álló lapok azt mutatják, hogy mi az, ami most... Eh, eh, hát elindulhat benned egy újabb szinten. Na most ugye az első, az a kardok királya, tehát a legfontosabb energia, ami, ami itt most van. És azt is mondom, főleg az újaknak, hogy én nem feltétlen a taró üzenetét közvetítem, sokkal inkább a lapok, a megérzések által jött információk alapján. Tehát megértél arra, hogy kardok királya legyél. Na most a kardok királya, ugye nagyon sokáig... Abban az energia vonulatban voltunk, hogy legyünk bölcs apák. Tehát a kelyhek királya minőséget céloztuk meg, aki már egy ideig követ engem, azt tudja, hogy vagy visszanézed a korábbi videókat, hogy úgy január közepéig körülbelül azt a bölcs apa minőséget bontottuk ki magunkból. És ugye most pedig van lehetőséged arra, hogy a kardok királya ö, szintet is megugord. Mert hogy ez a fő energia vonulat. Ugye milyen a kardok királya? Egy ö, igazából egy nagyon racionális ö, gondolkodó, ö, ugye néha hűvös is, de rendet tud teremteni az életében. Tehát ö, van neki kardja, ha kell, akkor használja, rendet teremt, ott van a bölcs bagoly, a bölcsesség súgja meg neki, hogy mi az a legbölcsebb információ, amit most ő neki közvetíteni kell. Tehát egy bár lehet, hogy hűvös, de ugyanakkor mégis egy nagyon-nagyon célorientált királynak látom, nézzétek meg, ahogy így ül. Tehát magabiztos, az látszik, hogy a Földön stabilan áll. A gondolatai mentén viszi előre az életét. És bármilyen is, van neki olyan mentális ereje, hogy, hogy meg fogja ezt oldani. Tehát ez bízik abban, hogy meg fogja oldani. Tehát most a mentális erőre, ugye a kardok az mindig a, a, a mentális erőt a, a, mutatja. És ugye korábban ugye az volt, hogy van ez a, a kejheghetes, és a és a kardok hatos lapja. Ugye a kejheketes az egy fajta ilyen illúziót mutat, hogy ó, én bedöltem ennek az embernek, és nem kellett volna, elhittem, hogy ő egy csodálatos ember, és nem kellett volna, és jó, akkor a kardok hatos, akkor útra kerek, akkor sziasztok, én akkor ezt a elhagyom, nem erre számítottam. Tehát ezek, ez a két lap nekem most így együtt azt mutatja, hogy csalódásért, és a csalódásban azt érzékeled, hogy, hogy el kell innen menni, ez is becsapott, ez már a 35. ember a héten, aki velem így viselkedik, megint ezt is el kell adni, ez az illúzikus gondolatokat most már nekem le kell tenni. Tehát ez volt eddig, hogy ugye elhagytad a partot, és rádöbbentél arra, hogy ez is becsapott, és hogy mert hogy uh, ugye a becsapottságérzés az folyamatosan ott van, és ezt kell megtanulni. Tehát a Tudatosság a workshopon, a női uh, kurzuson mindezt uh, tanítom, hogy ezt hogy és miként uh, kell ahhoz kezelni, hogy békéd legyen. No, és akkor a másik oldalon van ott a botok nyolcas, ez most fordítva jött ki, de öröm még nem érzem, hogy fordítva kellene uh, lecsatornázom, de majd úgy is jön az információ. A botok tízes és a. Uh, az igazságosság alapja. Ez most azt jelenti számomra, hogy ugye a botok nyolcas, hogy elindul valami új, tehát, hogy nem ki akarsz most már hátrálni, hanem elindítasz valami teljesen új dolgot az életedben, elindulsz előre. És olyan, mintha kilőnéd, ezeket a botokat még nem értek le a földre de már elindítottál egy új korszakot, és úgy döntesz, hogy nem fogod tovább cipelni a terheket. Tehát magyarul lehet, hogy a másik becsapót, lehet, hogy ö, ö, nem tudom, én olyanokat csinált, ami neked ö, ö, fájdalmat okozott, és még korábban, ugye szépen félreálltál, és azt mondtad, hogy jó, akkor viszontlátásra. Most pedig ö, van benned egy olyan igény, hogy. Ö, hogy nem akarod tovább cipelni ezt a terhet, ami ilyen emberek miatt benned keletkezik. Mert hogy ugye, amikor másokat megítélünk, akkor az azt jelenti, hogy bűntudat van mi bennünk, mert uh, uh, nem látjuk a másik embert értékesnek. Hogyha nem látjuk a másik embert értékesnek, akkor bennünk van bűntudat, és a bűntudat miatt szeretnénk, ugye, hát lelépni a térképről, tehát azt mondani, hogy hogy szia, akkor én többet nem szeretnék veled kapcsolódni. Na most, hogyha te meg tudsz lenni ebbe a kardok minőségben, tehát magyarul az elméd, de most már nem olyan szétfolyós érzelmi, szétfolyós, gondolati, meg érzelmi minőségben vagy jelen, kicsit összeszedettebben, és leteszed a terheket, és lépsz egyet előre, és azt mondod, hogy, hogy oké, okay, ez a másik ember a tudásának, a szemléletének megfelelően a legjobban cselekedte, és látod őt, hogy hol tart az élet útján, látod őt, hogy milyen terheket cipel, és azt gondolt, hogy befejezed most már a panaszkodást, mert ugye az nem fog segíteni semmiben sem, az megint azt jelenti, hogy megint meg fogsz hátrálni, és bűntudattal szépen kihátrálsz a dolgokból. De most már egy racionálisabb minőségre is kész vagy ami ugye annyi jelent, hogy befejezett a panaszkodást, elfogadod a másikat, hogy ott tart az útján, kicsit hátrébb lépsz, és azt mondod, hogy jó, ez a karma, ez az igazságosságnak alapja. Belül biztos lesznek nehéz érzéseid, mert nem erre számítottál, mert, mert úgy érzed, hogy, hogy mondjuk becsapolt, vagy nem erre számítottál tőle, stb. stb. szépen kidolgozod meditációval, karmikus forrás, vagy tisztítással, vagy van valami olyan technikád, amivel te tudsz haladni, akkor azt megcsinálod, és szépen ártatlannak fogod őt látni. Mert hogy az ártatlanság az a legnagyobb ajándék a világ számára, hogyha önmagunkat és másokat is ártatlannak találunk. Ugye, aki nem így van, nem tartja önmagát ártatlannak, az visszahúzódik az először kitámad, hogy hogy lehet ilyen a másik, majd szépen visszahúzódik, de hogyha valaki ártatlannak tartja magát, és a másikat is, akkor uh, ugye hatalmas ajándék a világnak, hiszen szeret, hiszen nyitva van a szíve, elfogadja a másikat. Tehát magyarul itt most arra van lehetőséget, hogy leted azokat a terheket, amiket amiatt cipelsz, hogy mások nem úgy viselkednek, ahogyan azt te szeretted volna, ahogyan az neked jól esik és a benned keletkezett, ilyenkor keletkezett bűntudatérzést, ami visszahúzódásra, elhagyásra ösztönzött téged, cserélt föl arra, hogy te leszel a kardok királya, racionálisan elfogadod őt úgy ahogy, úgy, ahogy ő benne, ami van, és tud, hogy ez karma, tehát tud, hogy ez karma ledolgozásának a lehetősége, ugye végre nem áldozat, vagy nem bűntudatból cselekszel, vagy visszahúzódsz, vagy kitámadsz, hanem éppen ellenkezőleg szabadon, örömben kapcsolódsz. Tudom, hogy ez átlagos tudat szinten nehéz, de talán most már megszoktátok, hogy én nem azokhoz beszélek, akik szeretnének átlagos tudatszinten maradni, hanem azokhoz, akik készen vannak arra, hogy a blokkokat oldják a testében. Mert azt is számtalanszor elmondom, hogy aki csak a videóinkra hallgat, de nem oldja föl a nehéz érzéseket, az elkezdi manipulálni a környezetet, és az emelkedő élet után egy bizonyos szintig mész előre, mert örülsz az információknak, és utána azt veszed észre, hogy egyre több karmát csinálsz azzal, hogy nem vagy tiszta, hogy nem szeretett teljesen fordulsz, nem a hála teréből vagy jelen a másik iránt, és egyre több karma fog akkor visszacsapni hozzád, úgyhogy én mindenképp azt javaslom, hogy mélyre menjetek, mélyen, mélyen, mélyen dolgozzatok, hogy tudjatok haladni, tudjatok a saját utatokon lépni előre. No, bízom, hogy tudtam nektek ma is segíteni, nagyon várom mindig a visszajelzéseket, és ha van olyan téma, amiről szeretnétek, hogy beszéljek, húzzak hozzá a lapot, akkor azt is megírhatjátok nekem ide a videó alatti leírásban. Várlak bennetek minden eseményemre és egyéni konzultációimra is. Minden jót, sziasztok, hello!